Hagyományos pékáruk és péksütemények, mellettük street food jellegű ételek, úgy mint szendvicsek és hamburgerek. A Delikátesz részen pedig helyi kistermelők különféle kézműves és gluténmentes termékei, mások mellett sajtok, hurkák és kolbászok. Ezek mindegyikét megkóstolhatják hétfőtől a nyíregyházi búzatéri piacra betérők. Az itt nyíló bisztróban az édes szájúak is találnak kedvükre való sütemények és joghurtok várják őket. Szomjuk oltásáról pedig üdítők és kávék gondoskodnak majd. Az üzlet kínálatával az aktuális trendeket is követni próbálja. Úgy látjuk, hogy nő az igény az egészséges termékek iránt, illetve azt látjuk, hogy sokszor sok mindenkinek akár valamilyen érzékenysége is lehet. Tehát például mi a kávézó részben a növényi tejjel is és laktózmentes tejjel is kínáljuk a kávéinkat, hogy minél több emberhez eljussanak. A 30 éves családi vállalkozás célja új egységével, hogy a vásárlók széles körét kiszolgálja az itt kapható termékekkel. A piac területén egyébként számos fejlesztés megvalósult az elmúlt években, az őstermelők száma is folyamatosan nőtt, a kínált áruk köre pedig most tovább bővül. Nagyon örülök, hogy ez egy helyi családi, többgenerációs nyíregyházi vállalkozás társult az önkormányzat fejlesztéséhez, és tovább színesíti a piacot, és az önkormányzat is készül egy komoly fejlesztésre, most van a tervezés, itt a bisztró előtt ezen a széles sávon szeretnénk még ez évbe igazából ennek a szellemiségébe tovább fejleszteni a piacot, hogy legyen ez egy olyan közösségi találkozási pont, mint ahogy már most is az, ahova szívesen jönnek a nyíregyháziak, minden generáció. A beruházás 6 új munkahelyet is teremtett, ennyien dolgoznak majd ugyanis az új üzletben.